KTV. Hírek, beszámolók önöknek. Kezdjük rögtön az elején, jó? Mutatkozzál be egy kicsit a falu nézőinek, lakóinak, hát ha nem mindenki ismer olyan részletességgel, mint az őszlakosok. A Szabó Béla vagyok. Itt születtem. Az új soromot Szabadság utcának hívják. Apám, anyám idevalósi, nagyszüleim, egyik nagyszülő, tehát a család egyik fele az idevalósi, másik fele is. Nagyanyám az a Markot, Fehértó Markot, a Bütöge arról a vidékről származik. Hát most már 1910 óta tudomásom szerint a család itt él nagyjából. Hát veled kapcsolatban, meg minden riportalannyal kapcsolatban 13 kérdéssel szeretnénk kezdeni egy riportot. Általában ilyen személyiséghez kötődő kérdések ezek, jó? Az első, hogy mi a kedvenc színed? Kék. Van kedvelt zenei műfajod? Én nagyon szeretem Vangeliszt. Most melyik zenei műfajba kategorizáljuk be? Könnyű zene, a komoly zene és a könnyű zene között? Nem tudom. Végig zenével nem nagyon foglalkozom, hallgatni szerettem, de kategorizálások sokan foglalkoztam. Tulajdonképpen a következő kérdésre is válaszoltam, hogy az lett volna, hogy ki a kedvenc énekesed vagy együttesed. Hát végig én rettentően szeretem Vangeliszt, Jean-Michel Jarre, szóval ezeket a kis inkább elvon zenéket. Ínyen tételed? Minél finomabb annál jobb. Konkrétan nem tudok egyet megnevezni, de minél finomabb annál. Tudom, hogy te is... Különleges legyen, érdekes legyen. Tudom, hogy te is sokat dolgozol, ha úgy elküldenének egy hónapra nyaralni. Hol mennél szívesen? Nagyon szívesen elmennék Krétára, Kanári-szigetekre. Aztán vannak az embernek álmai, de hát azok az életben nem valósulnak, mondjuk egy hónap Alaszkát. És melyik könyvet olvasgatnád ezen a utazáson? Egy jó fotós könyvet mondok magamnak. Mivel szeretnél utazni? Én nagyon szeretek vezetni, rengeteget vezetek. Repülni repültem már, de csak így bér fölött, meg hőlégballonnal, úgyhogy egy komuta szállítógéppel. És melyik ruhamárkát válogatod, veszed, megkülönböztetett figyelemmel? Én Farmert. Most ne csináljunk egy színes reklámot, hogy melyiket, de van kedvencem belőle. Mennyi sportolsz hetente, Béla? Hát még kimegyek az autóig meg vissza, és amit Győrbe rohan az ember. Színházba vagy moziba szoktál járni? Színházba rendszeresen, hát moziba szerintem most már voltunk egy éve talán. Kedvenc autód? Hát lenne, de most egy favoritomnak Trabanttal járok. És mi a kedvenc időtöltésed? Fotózás. Azon kívül? Akkor is fotózás. Akkor is fotózás, ez jó. Megrögzött mánia. Kanyarodjunk vissza egy kicsit, én témák szerint gyűjtöttem össze a kérdéseket a gyerekkortól, az ifjúkoron keresztül a mai munkádig. Milyen gyerek voltál? Emlékszel még rá? Te azt mondják, hogy nem voltam egy nagy túlságosan jó gyerek. Szóval mindenben benne voltam. Jó, benne lehetett. Jó tanuló voltál iskolában? Igen. És közösségben hogyan viselkedtél? Dolgozgattál? Szerettél? Te én úgy érzem, világéletemben közösségi ember voltam. Nem illik ezzel dicsekedni, de ősvezető voltam, kis vezető voltam. Szóval valami mindig voltam. És gyerekkorodban, vagy ifjúkorodban akkor is fotós szerettél volna már lenni? Nem. Én gyerekkoromban könyvtáros szerettem volna lenni, régész. Aztán ugye elkezdtem fényképezni. És ez a fényképezést, ez mennyibe zavarta a szemeddel történt baleset? Te megmondom őszintén, amikor én már úgy fotósként dolgoztam a Kisalföldnél, annó Dacume, és mikor elmentem, hogy hát én most már azért valami papírt is szeretnék róla szerezni, akkor igen, meglepődtek az orvosi vizsgálaton, hogy végül is ez valahol kizárólag lenne az egyszemiség. De úgy nem zavar. Föl se a fotózásba, se a vezetésbe? Nem. Nem. Hát végül is most már 6-7 éves koromtól egy szemmel látok gyakorlatilag. Szerintem nem is tudom, milyen lenne két szemmel látni. És arra emlékszel, hogy hogyan élted meg magát a balesetet, illetve az utána következő dolgokat? Te bennem az, hogy ott nagyon mély nyomot, hogy hirtelen csak tónusokat kezdtem el látni, tehát a kontraszt eltűnt, és csak foltokba tónusokba láttam.
Szóval többre úgy arra emlékszem, hogy akkor megrémültem, ültem, hazamentem, akkor elrohantak velem kórházba. Szerintem úgy különösebben nem maradtak meg bennem ezek a dolgok. Részletek maradtak meg. És arra gondoltál utána, hogy esetleg a szemed balesete ez befolyásolhatja a későbbi életedet, gondolok itt pályaválasztásra, munkára? Te mindenképpen, mert a pályaválasztás az egy komoly problémát jelentett, hát így kerültem gimiből, hogy az embernek még legyen 4 éve. Utána hát meghatározott volt, hogy mivel technikai dolgok úgy túlságosan nem érdekeltek, tehát maradt az úgynevezett humán pálya. Mivel a Győrből nem akar, itthonról nem akartam elmenni, hát 2 lehetőség maradt, vagy a tanítóképző, vagy a műszaki főiskola. A műszaki főiskola ki volt zárva, így maradt a tanítóképző. És a tanítóképzőben hogyan végezted a fotós munkádat? Mert tudom, hogy már ott is sokat fotóztál. De végül is ott az ember az ottani eseményeket fotózta, meg saját magának, saját örömére fotózott akkor, tehát mi nem hivatásszerűen. De mennyire volt már benne szakszerűség? Tehát végül is én... Kalcsi bácsitól gondolom tanultál. Én Gócán Kalcsi bácsitól nagyon sokat tanultam, nagyon sokat köszönhetek Lőrinc Lászlónak, a Kazincziba osztályfőnökömnek, dr. Alexai Zoltánnak. Hát végül is ők nem is inkább gyakorlati dolgokat, hanem inkább a látásmódot tanulta meg az ember. Gyakorlati dolgokat, azokat saját káromon, saját pénzemen, saját zsemőben. Szerettél tanítani? Te én 1,5 évet tanítottam, az alatt szerettem. És miért hagytad abba? Hát mert jött egy lehetőség. Kisalföld akkor írt ki egy pályázatot, hogy fotóst keresnek, akkor álltak át az offset technikára. Én veszem valami, nincs, elküldtem 15 darab képet, és kaptam egy levelet a főszerkesztőtől, akkori főszerkesztőtől, Puskás Csabától, hogy keressem meg. És felajánlott egy lehetőséget. Meg jóval több pénzt, mert akkor tanítóként volt 3500 forint a fizetésem, rögtön ráajált 800 forintot. Ezért érdemes volt tartani. És a újságírói pályád az mennyibe befolyásolja a jelenlegi fotós munkádat? Hogyan segített, alakított formát? Te végül is én azt mondom, hogy nekem a napilapozás, mert azért 7 évig napilapoztam, ebből 5 évet a Kisalföldnél, majdnem 1 évet a Nyugati Hírlapnál rovatvezetőként, majd 1 évet az Új Híreknél, ami meg nem szűnt. Szóval ez nagyon sok mindenbe segített. Most végül is egy egész más stílus csinálok, mert itt reklámfotóval foglalkozom, de az igazi szerelmem az továbbra is a riportfotó. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy más forgászik, én a újságnak fotózok. Hogyan jött létre ez a fotós önállóságod? Hát úgy, hogy megszűnt a munkahelyem, lehetett választani, vagy visszamegyek tanítani, vagy megállok a saját lábamon. És akkor úgy döntöttem, hogy hát voltak előttem példák, mindenki azt mondta, hogy fotóból meg lehet élni, hát akkor megpróbálom. Elterjedt fotós vagy manapság? Nem tudom, munkám úgy érzem van. Na, azért kérdeztem én is, mert mikor ezt a riportot szedtük össze, akkor eléggé be voltál táblázva. Hát az utóbbi időben, tehát hogy mondjam, ez érdekes dolog, mert általában ez a január-február, ez úgy pangani szokott. És akkor én márciustól indul el úgy tisztességgel, és ez úgy nyáron, most például nyáron nagyon összecsúcsosodott, mert jövő héten fotóstábort vezetek, mellette dokumentálom a győri nyarat a város megbízásából, aztán még bejött egy konzervüzemnek fotózás, úgyhogy egy kicsit összejöttek a dolgok. És milyen célú reklámú fotókkal foglalkozol? Mindenféle téma érdekel, vagy egy speciális témát? Hát mivel Magyarországon kicsi a piac, specializálódni, és az ember minden megbízást, amit meg tud csinálni, átvállal. És ha mondjuk egy anyagot megkapsz, vagy egy megbízást megkapsz, akkor hogyan látsz neki? Mindent neked kell biztosítanod, vagy csak magát a fotós részét, a többit biztosítják, akik szerződtetnek. Hogyan megy egy ilyen reklámfotózás? Ez egy jó kérdés, mert általában a megbízások úgy jönnek, hogy meg kell valamit fotózni. Legtöbbször az ügyfélnek, hál' Istennek, vagy sajnos nincsen elképzelése. Tehát nagyrészt azért elég szabad kezem van abban, amit elkészítek. Jó, vannak bizonyos dolgok, hogyha múltkor csigahajtóműveket fotóztam, tehát ott megvan az, hogy minek kell látszódni, mik azok a fontos elemek, de most fotóztam nemrégen konzerveket, meg most is egy konzervüzemnek fotózok, itt végül is szabad kezem van. És amikor elkészül, akkor hogyan bírálnak? Van bírálat egyáltalán? Hát persze, a megrendelő vagy megveszi, vagy nem veszi. Ez a legnagyobb bírálat.
És ha nem veszi meg, akkor le kell nyerni a veszteséget. Le kell nyerni a veszteséget, csak neked. Hát most ez attól, valamit térítenek. Attól függ, hogy hogy szólnak a megállapodások. Idáig, hál' Istennek, két kivétellel mindig meg tudtunk egyezni. Szóval, de általában a nagy munkákból egy vagy két felvételt kellett megismételni, és azért ott elmegy ez az anyagveszteség. Az ember a munkájában meg hát mit csinál, nem használ, nem számolja fel. És amikor kapsz egy megbízást, akkor neked lehetnek kikötéseid. De ezt hogy érted? Hát például azt mondod, hogy adott területen csak ezt és ezt vagyok hajlandó megcsinálni, vagy ezt és ezt biztosítsanak hozzá? Hát végül is az alapanyagot legtöbbször a megrendelő biztosítja. Tehát konzervnél a konzervüzem biztosított az alapanyagot, tehát ő az gyárt. Csigahajtóműveknél hozták. Múltkor csináltam fehérnemű katalógust, ott is a megrendelő biztosította a fehérneműket, és ő neki voltak modelljei. Tehát nekem ott a fotós részt kellett biztosítani, de volt itt olyan, hogy azt mondta egy fuvarozó cég, hogy neki kell egy katalógus. Megmondta, hogy mi az, aminek szerepelnie kell benn. Itt olyan, hogy például a gönyői kikötő. Onnit kezdve szabad volt a kéz, hogy a gönyői kikötőből én mit csinálok. Magad is jársz így különböző munkák után, vagy most már általában keresnek? Hát olyan soha nem lesz, hogy az ember csak arra vár, hogy itthon ül és mikor csörög a telefon. Egy-két ügynökséggel van kapcsolatom, tehát reklámügynökséggel, őtőlük is jön munka, akkor ahol egyik nyomdával vagyok rendszeres kapcsolatban, ő is ki szokott ajánlani, hogyha valaki nála keres, például így jött a csigahajtómű. Hát meg az embernek is kell munkát keresni. Csak Magyarországon belül dolgozol, vagy volt már külföldi munkád is? Idáig csak a határon innenső felén, de külföldi cégnek is csináltam munkát, akinek itt vannak telephelyei. És itt a faluban mennyire keresnek? Hát itt esküvői fotózás van, ha van, igazolványkép, ha van. Szóval nem sok. Hát ebből nem lehetne megélni. És a gyerekfotók? Te, hogyha bejön, megcsinálom, de végül is nem igazán ez a profilom. Mitől jó egy fotó, Béla? A te meglátásod. Számomra nyújtson egy esztétikai élmény. Sokan... Erről irodalmakat szoktak írni, hogy mitől jó egy fotó, vagy mitől jó egy kép. Sokan, akik veled dolgoztatnak, azt mondják, hogy nagyon tiszták a képeik. Sőt, most hagyd dicsek egyet, a csapatképet, amit csináltál, azt mondták, hogy nagyon jó lenne szerkesztve. Pont a kapufától kapufáig áll a csapat. Hát nem tudom, ez valahogy számomra az alapvető dolog, hogy végülis az ember egy négyzetet néz legtöbbször. Tehát már tudjon elrendezni valamit. Milyen szintű a felszerelésed? Hát most már nekem kisfilmtől kezdve, tehát amire a legtöbb ember fényképp, ez egészen a 4x5 incses kardángépig megvan. És ez mit jelent? Egy kicsit avasd be a nézőket, jó? Hogy mondjuk milyen megbízásokat vállalhatnál el nyugodt szívvel vele? Te végül is jelen pillanatban én a felszerelésem azt hiszem majdnem mindent meg tudok csinálni. Majd ezt a későbbiekben egy kicsit bemutatod, jó? Ha valaki hozzád jönne, egy kisrác, hogy mitől lehetne jó fotósnak lenni, milyen szakmai tanácsokat tudna adni neki? Hát végül is először is kell hozzá egy látásmód, hogyha rajzol, az nem hátrány. Tehát amikor gyerekkoromban én is rajzoltam állítólag nem rosszul, csak hát azon nagyon sokat kellett pepecselni. És én akkor elkezdtem fotózni. Végül is ugyanúgy képet alkot az ember, csak itt közvetített egy technikai eszközt. Milyen géppel érdemes elkezdeni ezt a szakmát, hobbit? Hát végül is hobbit bármivel el lehet kezdeni, de én azt hiszem a második lépés az, hogy egy tükörreflexes gépet kell hozzávenni. Sajnos ez manapság már olyan horribilis összegekbe kerül, itt több tízezres nagyságrendben, hogy hiszem egyre kevesebb szülő engedheti meg ezt magának. Mikor én elkezdtem fotózni, akkor 2500 forintért lehetett venni egy zenitet. Azzal el lehetett kezdeni fotózni, volt fénymérője, objektívet lehetett rajta cserélni, szóval az tudta mindent, és ott az ember megtanulta azt, hogy mi az, hogy időállítás, mi az, hogy rekeszállítás, ezek milyen kapcsolatban vannak egymáshoz, hogyha az egyiket csökkentem, a másikat növelni kell, vagy fordítva. Sajnos, ami most nagyon elterjedt, ezek a kis kompakt kamerák, mindenki az, hogy ezek automata gépek, és mégis bocsánat, rosszak a képek vele. Hát végülis ezek ugyanazt tudják, mint régen a pajtás. Tehát, hogy van rajta egy fix blende, ehhez rendeltek egy időpárt, csak tettek rá disznek egy vakut.
ha valaki meg akar tanulni, hogy igazából jól fényképezni, emberkéhez forduljon, vagy meg lehet tanulni könyvből is? Meg én könyvből tanultam, tehát a technikai részt meg lehet tanulni könyvből. De például az első nagyítást azt nekem Bodó Zsolti mutatta meg, hogy mi az, hogy nagyítógép, mi az, hogy vegyszer, hogy jön elő a kép. Szóval onnét kezdve az ember megtanult a saját kárán, amit meg lehet tanulni iskolában, és most már horribilis összegekért, mert most egy fél évére el kérnek 90 ezer forintot egy-egy képzőbe. És a munkának ezt a részét is szereted? Melyik részét? A képernyő. Laborálni túlságosan nem szeretek, de hát muszáj megcsinálom. Hozzá tartozik, ugye? Kik azok, akik úgy igazából az előbb említetteken kívül segítettek a pályádon? Tehát nagyon sokat köszönhetek a Lőrinc tanár úrnak, Alexai Zolinak, Bodor Zsoltinak, Gócán tanár úrnak, és én nagyon sokat köszönhetek valamikor a kisalföldes kollégának, Szüntöncinek. Végülis ő mutatta meg nekem azt, hogy mi az, hogy őságnál dolgozni. Van olyan, aki példaképet volt a munkád során, amikor elindultál ezen a pályán? Hát nekem a hazaiak közül nagyon nagy példaképen volt Kornis Péter. Szóval én először őt láttam a tévében egy fotós műsort vezetni 15-20 évvel ezelőtt. Szerintem azt a sorozatot ma is meg lehetne ismételni, az időtálló. És én akkor szerelmesedtem úgy bele a fényképezésbe. És van olyan, amit szívesen kitörölni az életedből? Talán a balesetem, de hát ez most már egy meghatározott dolog. Nem tudom, hogyha két szemmel látnak, akkor hogy alakult volna az életem, fogalmam sincs. És most így alakult, kész ezzel együtt élni. Ezen változtatni már sokat nem lehet. Tudom, hogy sok helyre pályázol, különböző fotókkal. Honnan értesülsz ilyen pályázati lehetőségekről? Amíg létezett a korábbi fotó, akkor a korábbi fotóújságból, most hál' Istennek most már egy éve újból van fotóújság, fotóújságból, meg ismerősöktől most már azért érkeznek meghívások is pályázatokra részemről, vagy részemre, szóval innét-onnét. Mi alapján választasz ki egy képet egy-egy ilyen pályázatra? Hát valami különleges szempontja ennek? Hát végülis attól függ, hogy a pályázatnál mi a kiírás. Általában mindegyiknél van egy téma megjelölés, vagy van olyan is, ahova szabad képet lehet küldeni, tehát bármilyen témáit? Végülis ez vegyes, tehát vannak, mit tudom én, kötött pályázatok, hogy csak egy adott témakörből várnak képeket, de vannak olyan pályázatok is, ami abszolút szabad. Hova szoktál pályázni? Tehát én most már Afrika és Amerika kivételével talán mindenhol pályáztam, csak most már olyan horribilisek a posta költségek, hogy lassan kifizethetetlen. Ezekre csak fényképet kell küldeni, vagy van valami nevezési díj is? Hát sajnos egyre több helyen van nevezési díj, és ezt dollárban szokták meghatározni. Ez egy nyugati fotósnak nem nagy összeg, mert 5 és 10 dollár között. Tehát, hogyha ezt nálunk felszorozzuk, és hogha esetleg az ember át akar jutatni utalni az 5 dollárt, az körülbelül belekerül 10-15 dollár, amire a bank elviszi. Úgyhogy marad az, hogy beletenni a képek mellé, és Isten nevébe ad meg. Van olyan eredményed, amire különlegesen büszke vagy egy ilyen pályázat során? Van. Pár évvel ezelőtt volt Wroclawban meghirdetve egy nemzetközi pályázat. Első politikai fotópályázat volt. Ott elküldtem 15 képet, abból 10 falra került. És olyan képek, amiket az akkori munkahelyem a Kisalföld nem közölt. És ha már falra kerül, akkor megnyertél? Ez nem. Az ember mindenképpen elég tétel, hogyha falra kerül. Ott pályázott, mondjuk azt hiszem, ha jól én, 25 országból 300 fotós, ebből közel 700 darab képpel, ebből ilyen 200 darab képet állítottak ki. Értesítenek arról is, hogy elutasították a pályázatodat, mindenhonnan kapsz ilyen visszajelzést, vagy alkalomattán csak hát arról, sajnos nagyon sok helyről a képek sem jönnek vissza, nem úgy visszajelzés, hát ez bent van a pakliba, de azért legtöbb helyről vannak visszajelzések. Most voltam egy hónapja Veszprémben, és ott találkoztam egyik ismerősömmel, ő mutatott egy katalógus, amivel meglepődve fedeztem fel fotómat, úgyhogy most azért dolgozok, hogy Lengyelországból végre kapjak egy katalógust. Van olyan hely, ahol rendszeresen pályázol?
Van rendszeresen pályázok a Mafos szalonra, az a kollekciók versenye, ez az országos fotóklubok és szakkörök versenye. Akkor most már rendszeresen pályázottak a Barátság Híddel, ezt Kaposváron rendezik meg, ez egy nagyon nagy nemzetközi verseny, itt közel ilyen 2-3 ezer fotó szokott beérkezni. Akkor négyszer pályáztam idáig Dél-Koreába, Szöulba egy pályázatra. Szóval az embernek vannak ilyen kedvenc pályázatai, aztán van, amikor nem érkezik rá nevezésre, akkor az úgy elmarad, nem lehet tudni, hogy megrendezik, nem rendezik. Világban zajlik az élet. Előbb említetted, hogy reklámfotózással foglalkozol főként. Egyébként milyen témát szeret fotózni? Én a riportot szeretem nagyon. De hát abból nem lehet megírni, hogy 450 forint vagy 1000 forintos honorárium, képhonorárium, akkor nyersanyagot nem fedezik. És mi a riportfotózásban nehéz? Egy embert megfotózni, vagy egy eseményt megfotózni? Hát végül is az ember és esemény ugyanaz. Ember nélkül nincs esemény. Igen, de hogyha egy embert akarsz megfotózni, ugye, akkor egy embert kell a középpontba állítani valamiképpen. Gondolok itt arra, hogy például Darnyiról készült ilyen fotósorozat, vagy Egerszegiről készült ilyen fotósorozat, ilyen híresebb emberek közül most a sportolókat emeltem ki. Ugyanakkor vannak olyan események, amikről szintén készült, például emlékezünk csak a Nagy Imrék újratemetésére, ott is készült egy fotósorozat, amit riportnak lehet azt hiszem nevezni. Mi a különbség a kettő között? Hát végül is egy emberről készült fotót meg lehet újból ismételni. Mert ha nem sikerült, bekopogok, elnézést kérek és megcsinálom újból. De egy adott eseményt nem lehet újból megismételni, akkor abban a pillanatban kell a maximumot nyújtani. Tehát én nem mehetek oda, mint egy újságíró kolléga, hogy esetleg újból megírom a kéziratot, mert nem sikerült. Nekem akkor vagy sikerül a maximumot nyújtani, vagy nem. Több választás nincs. Amikor látunk ilyen eseményeket, ugye újságírók, fotósok brusztolnak ott egymás között, te is benn voltál így a pakliban? Persze, de ettől nagyon el lehet szokni. Végül is a protokollfotókon mindig túlakodás van. De ezt meg lehet csinálni kulturáltan is. Mert amikor Göncz Árpád találkozott Oranickival Sopronba 2-3 éve lehetett ezen túl már mikor, akkor ott megkérdezték a biztonsági emberek, a fotósokat, hogy hol akarjuk őket megfotózni. Mert akkor ők úgy igazítják a belépést. Mert végül is két miniszter vagy két elnöknek tulajdonképpen mindegy, hogy hol fog kezet, de ezek a készfogások mindig a sajtónak történnek. És meg lehet oldani, hogyha a fotósokban úgy érzem van annyi kultúráltság legtöbbször, hogy nem lépnek a másik kamerájára, de csak legtöbbször. És ilyenkor valami baleset nem szokott történni? Gondolok arra, hogy fotós cucc összetörik, leesik. Hát végül is baleset bármikor előfordul, de úgy érzem mindegyik vigyáz a másikra, meg a saját felszerelésére, hát végül is ez munkaeszköz, és nem olcsó. Egy kicsit mutasd be itt a felszerelésedet, Béla, hogy mire való ez a sok cucc, ez az állvány, ez a lámpa. Gondolom itt valami belső fotózás történt. Hát végül is a lámpa az kell ahhoz, hogy az ember világítson. Fény nélkül nem lehet fotót csinálni, és minél erősebb a fény, annál szebb fotókat lehet csinálni általában. De hát állvány az ahhoz szükséges, hogy az ember, hogyha valami tárgyat beállít, akkor beállítom a képkivágást, és akkor azon itt nem szokott elmozdulni. Riportfotónál nagyon ritkán használok állványt, ott kézből kell mindent megoldani, és azt szeretem jobban. Az állvány kicsit nehézkessé teszi a munkát, de ilyenkor van idő. Tárgy nem szokott elmenni. Akkor, amikor valami külsőnél dolgozol, ott mennyire tudod azonnal hozni az adott pillanatot? Hát riportnál azonnal kell hozni. Ott nincs az, hogy az ember variál, mert egy esemény vagy megtörtént, vagy most történik, azt akkor kell megcsinálni. Hogyha külső helyszínt kell fotózni, akkor végül is van idő arra, hogy az ember várjon esetleg napszaknál olyan világításra, vagy belső világítást úgy megoldja. Az úgy ráér. Ebből lehet rutint szerezni, hogy mikor kell a kioldót megnyomni? Végül is mindenből lehet rutint szerezni, csak nem mindegy, hogy a rutint én mikor alkalmazom. Neked van már ilyen rutinod? Magad megítélése szerint? Hát végül is itt a közel 10 év alatt, hogyha az ember nem szed össze rutint, akkor lépjen ki az ablakon. De nem szabad ezt rutinból csinálni, szóval minden egyes feladat új kihívást jelent. Vannak bizonyos részek, amiket meg lehet rutinból csinálni.
Béla, láttuk, hogy vannak ilyen kis gépeit. Bemutatnád egy kicsit a nézőknek? Gondolom ez ilyen fényképtörténeti szempontból van itt nálad a szekrényen. Hát végül is most már közel 30 darab régebbi fényképezőgépet sikerült összegyűjtenem. Olcsó, viszonylag olcsón hozzá lehet jutni, meg az ember igyekszik olcsón hozzájutni dolgokhoz. Hát én erre költöm azt a kis pénzt, amin van. Még nem sikerült igazán értékes dolgokat összeszedni, de nem is biztos, hogy az lenne a cél. Ez egy régi Agfa Box kamera. Ezt ugye 20-as évek táján kezdték el gyártani. Nem tudom pontosan ez mikori típus lehet. Kodak ezzel alapozta meg a mostani Kodak cégnek a nagyságát. Ő kitalálta azt, hogy tegyünk bele filmet, exponáljuk el és adjuk be a Kodakhez. Ez egy roll filmes kamera, és nagyon egyszerű, egy box szerkezet van benne, nincsen más benne, mint egy objektív és egy zárt szerkezet, amit így tudok működtetni, tehát oda-vissza exponált egy meghatározott lyukkal, egy blendének hívunk, és egy meghatározott idővel. És tekercs filmet kellett beletenni, ki lehetett venni a közepét, és akkor befűzte az ember a filmet, és ezzel a herkentyűvel lehetett tovább tekerni. A mostani kompakt kameráknak az őse. Szóval akkor a következő lépés volt az, mikor kitalálták, hogy hát így nehézkes volt egy kicsit látni, mert ilyen kis lyukakon lehetett belekukucskálni, meg az ember arra fordította, merre fényképezni akar. Következő lépés volt az, hogy hát tegyünk bele még egy tükröt, és akkor én a felső lyukon tudok kukucskálni, az alsón meg exponálok. Tehát ez adta hát a filmhez a megvilágítást. Ide a megvilágítást, és akkor itt el van helyezve egy 45 fokba lévő tükör, és akkor a felső lyukon meg lehetett kukucskálni. Ez is tekercs filmre működött, mivel a nagyobb, tehát a korabeli emulzió technika igazából nem tette lehetővé kisebb képméretre a jó minőségű fotókészítését, akkor az volt a cél, hogy minél nagyobb képméret, annál jobb fotó. És akkor egyszer csak megjelent a Leica, mint az első kisfilmes fényképezőgép, és azt elkezdték tovább fejleszteni. Valahol minden az a mostani kisfilmes fényképezőgépeknek az őse. És akkor egyszer csak egy magyar úr, Dulovics Jenőnek hívták, kitalálta azt, hogy hát ne lyukon kukucskáljunk előre, hanem tegyünk bele egy prizmát, és akkor én egy oldalhelyes képet kapok. Ez 1947 táján történetett, ez volt a világ első tükörreflexes fényképezőgépe, és azon még vissza is csapodott a tükör. És akkor a következő lépés az volt, hogy itt kukucskálok be, itt bent van egy tükör, és az objektíven bevetíti, a prizma megfordítja, oldalhelyes képet látok. Ez egy régi Zenit, ez volt az első fényképezőgépem, ezt anyámik vették Hajdanába, Danába, és ezzel kezdtem el ilyen fotózni. És ezekkel is nagyon jó fényképeket lehet készíteni. Ez még a mai napig működik, végül is mindegyik fényképezőgép működőképes. Van olyan fényképed, amire emlékszel, hogy kifejezetten ezzel csináltad? Persze, valahol el van rakva. Van a kedvenc fotód, Béla? Van. Van? Megmutatnád nekünk? Majd meg. Mi alapján választottad kedvenc fotódnak? Nem tudom, úgy közel áll a szívemhez. Van, amikor a téma vagy az adott pillanat dönti el, hogy mi alapján választ az ember ilyen fotót magának? Vagy maga, ami megjelenik a képen? Végül is a téma is mindenképpen meghatározza, hogy mit fotózol meg. Hogyan fotózod meg, és vannak olyan kedvenc képeim, nekem a kedvenc képeim, de amikor elküldtem pályázatot, hogy különösen visszhangja nem volt. De attól függetlenül nekem a kedvenc képem. Menjünk át akkor a műtermedbe, jó? Aztán nézzünk a Boszorkány konyha. Itt találunk sokféle dolgot, többek között itt tőlünk balra a szakkönyveket, asztalodon a régi fotókat, új fotókat, emlékeket, prospektusokat. Mutasd meg akkor azokat a fotókat nekünk, amelyek nagyon a szívedhez nőttek valamilyen oknál fogva. Egyik kedvenc fotón ez kint készült 89-ben Pozsonyban a nagy tüntetésen, mikor összedült Csehszlovákiába a szocialista állam. Hát itt közel 200 000 ember volt kint akkor az utcákon.
A Népszabadságos fotós kollégával dolgoztunk együtt, sikerült megtalálnunk azt a legjobb helyet, egy közvetítő kocsi tetején, onnét végig lehetett követni az egészet. Ezek a mögötte felállványozott épületen ünnepelték azt, hogy megdőlt egy rendszer, éljen az új rendszer. Következő ez. Kint készült Móricz hidán egy nénivel beszélgettünk, és akkor sikerült megcsípni ezt a pillanatot. Ebben azt hiszem bent van az utóbbi egy-két évnek minden baja kínja, hogy klasszikus főutca az mindig általában falunak a leggazdagabb utcája szokott lenni régen, és akkor van egy magányos ember egy döledező házba. Kint készült Szlovákiába, Nyárost határába, ez egy kora hajnali felkelés volt, mert akkor van ennyire mélykék ég, amiből feketét lehet csinálni. Itt egy különleges technikát alkalmaztam, egy halszemet, ami egy kör alakú képet ad közel 180 fokba, és végül is torzít. De egy érdekes hatást lehet vele elérni, mert maga ez a szalmak az így semmit nem, magában naturálisan semmi különösebb nem volt rajta. A következő képhez már kapcsolódik valami emlék is, ugye? Igen, ehhez ez a Győri Széchenyi tér. A Körmend város írt ki egy országos pályázatot Rábóváros ember címmel, amit sikerült megnyernem 3 darab képpel, azok közül ez volt az első. Itt tartom a kezemben ezt a szép díszes oklevelet. És nem csak ez az oklevél van itt tárgya emléknek, hanem találtunk 2 kis plasztikát. Az egyik a Győri Fotóklub kiváló együttes felirattal 1958-1988. Te mikor léptél be ebbe a fotóklubba? Hát én 86-ban léptem be, és 91-től vagyok a titkárja. És ti szerveztek fotótáborokat is ezen belül, igaz? Végül is most szervezzük az első fotós tábort. Most van folyamatban az első Pannonia Fotoművészeti Alkotótábor, amelynek a táborvezetője vagyok, és ehhez kapcsolódik a 10. Pannonia Fotószalon, amely Bartók Béla művelődési házba tekinthető meg július 15-éig. Hogyan jön létre egy ilyen fotótábor? Mivel foglalkoztok így a táboron belül? Kik végis lehetnek a tagjai ennek a tábornak? Végis nagyon sok munkával, nekem ebben közel 3-4 évnyi munkám van benne, hogy a tábornak a programja összeállt. Sikerült hozzá szponzorokat szerezni, támogatásokra pályázni. Végül is erre a táborra bárki jelentkezhetett. Egy kikötésem volt, hogy én 20 embernél nagyobb tábort nem akartam csinálni. És körülbelül 16 bentlakásos táborlakó lesz, meg egy-ketten még kapcsolódnak hozzá a Győri Fotóklub tagjai közül. Elmegyünk a sziget közbe fotózni, akkor lesz műtermi fotózás, megismerkedünk egy kicsit a tájfotózás rejtelmeivel, mert nem mindenki foglalkozik ezzel. Akkor a megyei idegenforgalmi hivatal szervezésében sikerült egy túrát lebonyolítanunk a Fertővidék és Dél-Burgenlandra. És lesz ebből egy kiállítás a végén? Nem tudom, ez majd eldönti, hogy a társaságnak lesz-e hajlandóság mondjuk jövőre ugyanitt találkozni. Találtunk egy másik kis plasztikát is, ez nem kis hazánkból származik, hanem messzi tájról, Koreából. Milyen emlék fűz ehhez? Hát én most már 4. éve küldök Koreába képeket egy nemzetközi aktfotó pályázatra. Számomra egy nagyon nagy elismerés volt, hogy egy plakettre érdemesítették a képemet, és a koreai fotós magazinba pedig megjelent. Van még ilyen ehhez hasonló emlék. Ez például a wroclawi képeslap. Ez egy wroclawi képeslap, amiben értesítenek, hogy a egy Lágy forradalom című képemmel szerepelek a nemzetközi második nemzetközi fotókiállításon, amit a Kortárs ember címmel rendeztek meg, és itt a katalógusban is szerepelt a képem. Ide több száz fotó érkezett be. Világ minden részéről, messze Ázsiától kezdve egészen Európáig és Dél-Amerikáig. Béla, hogyha valaki ide bejön, és azt mondja, hogy uram, szeretnék öntől megrendelést egy-egy albumra, valamilyen reklámanyagra, milyen anyagokkal tudsz előállni? Mik azok, amiket saját magad fotóztál,
szerkesztettél teljes egészében vagy részben? Hát az utóbbi időben, egy jó egy évben készült egy csomó reklámanyag. Készült a Hotel Szenátornak Győrbe, Csornán a Mercurius Hotelnak, most készült el az Autóközpont RT-nek, akkor a Koroncói Fehérnemű Üzemnek készült ez, görög-német tulajdon egy nagyon szép katalógus, akkor a Péri Reptérnek készült egy katalógus, amint most már saját tervezésekkel és kivitelezésekkel foglalkozok, így készült el az Unitranscope-nak a katalógusa, a Transportnak a katalógusa, amint az előbb említett hoteleknek és az Autóközpontnak a katalógusa. Nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy az Égász katalógusának a fotóanyagát én készíthettem el. Mivel itt elég sok könyv van, előbb említettük már, hogy ha amatőr fotós jönne hozzád, hogy segítsd, milyen könyvvel tudnád segíteni? Mi az, amit kiemelnél ebből a könyvrengetegből? Hát először is egy picit elbeszélgetnék el, hogy mennyi ismerete van a fotózásról. Hogyha már látott fényképezőképet is tudja, hogy melyikükön kell benézni, akkor én mindenképpen én itt a könyvesportról Győri Lajos Baric Katalinnak a könyvét, az első felvételeimet ajánlnám számára. Ez egy olyan mű, amit egy ötödik osztálytól kezdve mindenki forgathat. Bizonyos részei már elavultak olyan szempontból, hogy azokat a fényképezőgépeket nem gyártják, amiket itt bemutattak. Viszont maga az egész folyamat, hogy hogy kell egy fényképet elkészíteni, milyen a fényképezőgépnek az alapvető elemei, hogyan kell képet komponálni, a világítás fortéjait, ebből el lehet kezdeni. Neked van olyan vágyad ezzel a fotós szakmával kapcsolatban, ami az elkövetkezendő, vagy esetleg a távoli jövőbe célként tűztél magad elé? Hát végülis az embernek most sajnos az elsősorban a megélhetésre kell dolgoznia. Álmaim, vágyaim vannak, kérdés, hogy ezeket valóra tudom-e váltani. Mindenképpen szeretném folytatni ezt a fotótábor szervezést, hogyha most jól sikerül és siker lesz, akkor jövőre szeretném újból megismételni. Igaz, hogy nagyon sok munka van, de úgy néz ki, hogy megéri. Ha lenne három kívánságod, mi lenne a három, Béla? Ez egy nehéz kérdés. Mégis mindenképpen a felszerelésemet szeretném bővíteni, tehát valamiféleképpen ezzel objektív tartozék ilyen tekintetben. Akkor szeretnék eljutni egy-két olyan helyre fotózni, amit jelenleg az embernek a pénztárcai nem tesz lehetővé. Harmadik, minden fotósnak a vágya az, hogy képét egy albumban megjelentesse. Van erre esélyed? Nem tudom. Végis most 32 éves vagyok. Nagyapám 82 évig élt. Ő valahogy a genetikai kódban talán benne van a hosszú élet. Majd kiderül. Lehet, hogy 10 év múlva már albumról beszélgethetünk. És mikor látunk önálló kiállításodat itt a faluba? Nem tudom. Nem tudom, most sajnos nagyon kevés időm van arra, hogy olyan dolgokat fotózzak, amit az ember kiállításra szánna. De lehet, hogy a reklámanyagokból most már összejön egy kisebb kamaratállatra való. Egyszer szívesen ezt is megmutatnám az embereknek. Elégedett vagy magaddal, Béla, életeddel, munkáddal? Hát végülis azt csinálhatom, amit szeretek, nagyon sok munkával, de úgy érzem, hogy megéri. Végülis azt mondhatom, hogy egy elégedett ember vagyok. Kimerjük ezt jelenteni? Nem tudom. Én úgy érzem magam, tehát hogy valamilyen szinten elégedett vagyok. Hát kívánjuk, Béla, hogy sokáig legyél elégedett ember, és köszönjük szépen a vendéglátást, meg a riportot. Köszönöm szépen. ÖKTV. Hírek, beszámolók önöknek.